Több ilyen létesítményt adhattunk át az elmúlt években, és öröm számomra az, hogy ez a létesítmény is most el tudott készülni. Annak ellenére, hogy az eredetileg igényelt összeg csak egy részét tudta elnyerni Kisfejke a TOP programban. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, arra törekedtek, hogy lehetőleg minél több település részesedhessen a forrásokból. A most átadott tempelát válogató 184 millió forintból valósult meg. Öröm látni számomra az, hogy ez a térség hogyan fog össze, hiszen itt a helyi gazdák nem csak Kisvejkén, hanem Závod, Lengyel és Mucsfa települések gazdái is összefogtak annak érdekében, hogy a gyümölcs termesztésben adjanak jövőt ennek a térségnek. A folyamat erősödni fog, hiszen a paksi beruházás után megnövekvő lakosság ellátásában is szerephez juthatnak majd a Kisvejke környékén gyümölcstermelők. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke példaértékűnek nevezte az itt folyó tevékenységet. Igazából, amit ma átadunk, ez egy olyan munkának az eredménye, ami mögött nagyon sok évtized áll. Tehát valahol a 90-es évek elején elkezdték a gazdák, kicsivel kezdték, alig 1-2 hektár gyümölcsössel, és hát kinőtte magát a sok munka eredményeképpen. A most átadott temperát válogató a fejlesztés első része. Orbán Attila azt mondta, a lehetőségekhez mérten a következő pénzügyi ciklusban lesz forrás a bővítésre.